Idén Mária Pócs adott otthont a megyei Szent István napi megemlékezésnek. Az államalapítás tiszteletére rendezett augusztus 20-ai ünnepségen megáldották és megszegték az idei búzából készült új kenyeret. 2006-tól vezettük be azt a hagyományt, most már így 10 év elteltével mondhatjuk, vagy bátran nevezhetjük hagyománynak, hogy a megye egy-egy településén, helyi közösségekkel, önkormányzatokkal ünnepeljük a nemzeti ünnepeinket, megyenapot és hát az állami ünnepet is. Most Mária Pócs hívott meg bennünket, és nagy örömmel fogadtuk a meghívásukat, hiszen Mária Pócs nemzeti kegyhely, sokak zarándok helye, sokak hazajáró helye, mindenféleképpen egy szakrális központ és egy nagyon szép kisváros immár. A megemlékezésen Kozma Péter kormánymegbízott arról beszélt, Európa jövőjét tekintve Szent István eszmélyisége ma is fontos üzenetet nyújthat számunkra. A civilizált Európa, a mai modern Európa három értékrend mellett áll és kell, hogy álljon, amely nagyjátette Európát a történelmi évszázadokon keresztül. Ez nevezetesen a görög kultúra és filozófia, a római jog és a keresztény etika. Ezek azok, amelyek a más földrészektől, más kultúráktól megkülönböztetik Európát, de ugyanakkor nekünk nem megkülönböztetve, de ezt az értékrendet fel kell, hogy mutassuk mai rohanó világunkban. Az ünnepségen részt vett a romániai Szatmár megyei tanács nemrégiben megválasztott új elnöke is, aki a határon túli nemzetegyesítés mellett a határmenti együttműködésekről, a közösségépítésről és a testvértelepülési kapcsolatokról is beszélt. Én azt látom, hogy a két megye között nagyon sok szerves összefonódás van, és kialakult egy történelminek nevezhető jó viszony az elmúlt évtizedekben, rendszerváltás óta. Mi ezt erősíteni szeretnénk, tehát ez benne volt a programomban, és mindenképpen térségfejlesztéssel foglalkozó szakpolitikusként is mindig azon dolgoztam, hogy konkrét megvalósítások is legyenek, ami könnyebbé teszi mindkét megyében élő emberek életét. Most indulóban van az újabb határmenti pályázati csomag, itt most Romániában van az irányítóhatóság, közösen gondolkodunk Sesták Oszkár elnök úrral azon, hogy az elkövetkező 2-3 évben programozási időszak lejárt előtt tudjunk valami olyan dolgot letenni az asztalra, illetve meg is valósítani fizikailag, ami több tízezer ember életét szerintem pozitívan fogja előmozdítani. A tanácselnöke hozzátette, egészségügyi, infrastruktúrális, illetve turisztikai fejlesztésekre készülnek megyei összefogásban, azonban a program kiírására és a források hozzáférhetőségére egyelőre még várni kell.